Sziasztok! A Generáli közlekedés biztonsági sorozatunk következő részében a tolatásról, illetve az úttesten való megfordulásról beszélünk. Nagyon fontos, hogy körültekintően járjunk el ezen esetekben, amikor ilyen manővert szeretnénk az autónkkal megcsinálni, hiszen azoknak az autóknak, akik a forgalomban jönnek és elhelyezkednek, azoknak néha elsőbségük van velünk szembe, pláne hogyha egy úttesten meg szeretnénk fordulni. Tilos megfordulni autópályán, autóúton, vasúti átjáróban, egyirányú forgalmi úton, körforgalmi úton, azon az útszakaszon, ahol a megfordulni tilos jelzőtábla tiltja. Abban az útkereszteződésben, ahol balra bekanyarodni tilos jelzőtáblát elhelyeztek, ott természetesen megfordulni is tilos. Amennyiben egy úttesten tolatni szeretnénk a járművünkkel, nagyon körültekintőnek kell lennünk. Abban az esetben, amikor esetleg több jármű tolat, egy nagyon érdekes szabály lép életbe, annak van elsőbsége, aki először megkezdte ezt a tolatást. A tolató járműnek mindig elsőbsége van azokkal szemben, akik éppen bekapcsolódnak a forgalomba, vagy éppen bekanyarodnak arra az úttestre, ahol ő már éppen a tolatást végzi. Tilos hátramenetet végezni autópályán, autóton, vasúti átjáróban, egyirányú forgalmi úton és körforgalmi úton. Egyetlen esetben azonban tolathatunk egyirányú úton, illetve körforgalmi úton az úttest széléhez közel, amennyiben éppen parkolni szeretnénk és beállást hajtunk végre a parkolóhelyünkhöz.